A székesfehérvári állami erdőgazdaság nevével már elkezdtek visszaélni. A Nébih ellenőre azonban szeptember elején egy telefonos próbavásárlással sikeresen lebuktatta a csaló tűzifaárust. Bár még messze van az igazi fűtési szezon, ilyenkor már sokan vásárolnak tűzifát, ezzel együtt pedig megszaporodnak a megtévesztő hirdetések és a hazug eladók is. Ezekről a Nébih fekete listát vezet, a jelenlegi közösségi médiás eladók körülbelül fele már szerepel rajta. A hatóság továbbra is hangsúlyozza, hogy kizárólag megbízható helyről és kellő odafigyeléssel vásároljunk tűzifát. Amit minden esetben egy tűzifa vásárlásnál kapnunk kell, az három dokumentum, egy számla vagy egy nyugta, egy úgynevezett tűzifa szállítójegy, amin fel van tüntetve a vásárolt tűzifa feldolgozási formája, fafaja, mennyisége, illetve a harmadik egy tűzifa vásárlói tájékoztató, aminek tartalmát jogszabály írja elő. Ha valaki úgy dönt, hogy nem térfogasztja, hanem tömegre vásárol tűzifát, akkor emellett még egy mázsa jegyet is kapnia kell, amin fel van tüntetve, hogy hol milyen hitelesített mérlegen mérték le a szállítmányt. A csalók elkerülése érdekében a Nébih honlapján, az EUTR vásárlói információs oldalon részletesen leírnak mindent, amire érdemes figyelni a tűzifa vásárlásnál. Ezek a tölgyfák már a Nyírerdő ZRT területén várják, hogy elszállítsa őket a társaság. Még januárban kerültek ide, azóta szépen kiszáradtak, tehát igazán jó fűtőértékkel bírnak majd. De fontos a további tárolás módja is. Az a legfontosabb, hogy a levegőn tárolja a tűzifát, tehát ha megvásárolja. Ugye amit mi árulunk, mi értékesítünk tűzifát, az elsősorban méteres formában sarangból értendő. Ezt ugye még haza kell vinni, fel kell vágni, fel kell hasítani, és miután ez megtörtént, akkor célszerű még levegős, szellős helyen tárolni. Nem fontos, hogy zárt legyen a hely, tehát hogy abszolút zárt, sőt, ugye az a jó, ha szellőzik, az eső ellen, tehát a közvetlen eső ellen célszerű letakarni valamivel, de nem kell, hogy ez mindenképpen a pincét jelentse, vagy teljesen zárt helyet. Egy átlagos háztartás körülbelül 5-10 köbmétert szokott betárazni egy szezon előtt, ez egy közepesen hideg térre bőven elegendő mennyiség. A korábbi évek tűzifa programjában sok fát felvásároltak, az előző tél viszont annyira enyhe volt, hogy az otthoni készletek nem fogytak túl nagy mértékben. Így az erdészetnek is maradt tavalyról közel 60 ezer köbméter fa. A Nyírerdő ZRT működési területén évente egy szűk 100 ezer köbméter tűzifát termel, keménylombos tűzifát. Ennek egy nagyon nagy része szociális tűzifáként értékesül, az önkormányzatok részére értékesítjük. Egy része feldolgozásra kerül, kalodás, kész, konyhakész tűzifára, és nagyon nagy része kerül a lakosság részére. Én azt tudom mondani, hogy aki még nem vásárolta meg a tüzelőt, vagy esetleg már következő szezonban gondolkodik, most viszonylag nagyon jó minőségű tűzifát, száraz tűzifát, ez a legfontosabb, száraz tűzifát tud vásárolni. És nem csak a minőség lesz jó, hanem az ár is. Előre láthatólag a 2022-ben és 2023-ban kormányhatározat által maximalizált árnál olcsóbban lehet idén tüzelőt vásárolni a hivatalos telephelyekről is. A rászoruló háztartások pedig idén is számíthatnak a szociális tüzelőanyag programra. Idén az önkormányzatok 5 milliárd forintnyi támogatást kaptak, hogy a legkisebb települések lakói is hozzájuthassanak a téli tüzelőhöz.